Kaposváriné Dányi Éva vagyok, az OSK gyarapítási osztályának a munkatársa. Kilencedik éve vehetek részt aktívan a Mikes Kelemen programban, ami a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a programja. Több százezer dokumentum érkezett már haza, aminek egy része könyv, egy része viszont speciális egyedi dokumentumoknak a gyűjteménye. A program most már a vége felé közeledik, és most már egyre inkább arra kerül a fókusz, hogy ilyen egyedi dokumentumokat, egyedi gyűjteményeket hozzon haza a program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság, és azok is nagy részt ide az OSK-ba kerülnek, esetleg a Nemzeti Levéltár is részesül belőlük, vagy más intézmények. Az OSK külön gyűjteményeiben megtalálhatják és kutathatják ezeket a dokumentumokat, amelyeknek a feldolgozása nyilván még évekig el fog tartani, de hogyha meglátogatják a kézirattárat, vagy a történeti interjúk tárát, a zenemű tárat, az apró nyomtatványok tárát, számtalan dokumentumhoz hozzáférhetnek már most is, és a kollégák segíteni fognak tudni. Még mindig több tízezer könyv vár gazdára, ugyanis hetente újabb és újabb listákon ajánljuk ki azokat a könyveket, nyomtatványokat, amelyek az OSK gyűjteményében nem szükséges, viszont más könyvtáraknak, iskoláknak még nagyon-nagyon hasznos dokumentumai lehetnének. Számomra megrendítő és nagy élmény kibontani azokat a csomagokat, amelyek a diaszpórából jönnek haza, sokszor olyan személyes üzenetekkel, hogy a hazának, hogy a nemzetemnek ajánlom fel a gyűjteményemet. A másik nagy élmény ebben a munkában, hogy néhány olyan könyvtárossal is találkoztunk, aki rettentően hálás ezekért a lehetőségekért, ezekért a dokumentumokért. Leginkább határon túli magyar gyűjteményeknél fordul ez elő, akik kedves, szívhez szóró köszönő levelekben reagálnak arra, hogy mennyi mindent kaptak a Mikes programtól.